Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban pedig a Pókember a legújabb Spider-Man 2-es játékról lesz szó, hiszen már jó pár hete megjelent, és ki is pörgettem, úgyhogy már túl vagyok az izgalmakon. Még a platinázás hátra van, mert az egy óriási tervem, az eddigi Pókember játékaim platinások voltak, a Miles Morales, illetve az eredeti. Na most ezt kombózták össze tulajdonképpen, és milyen jól is tették egyébként a Sony-sok. Nagyon-nagyon összerakták ezt. Már az elején úgy indul, hogy ketten vannak a srácok, ugye Miles, illetve maga Peter, és más-más ruhákkal, más-más képességekkel rendelkeznek. Ez egyáltalán nem spoiler, ám bár bele fogunk futni spoilerekbe, mivel ez nem egy megjelenéskor publikált videó, így kérlek, hogyha nem játszottad még, akkor hagyd is abban a nézését, de ha már nyomattad, vagy bőven elég neked a teszt, akkor meg gyere, csatlakozz. Nézd meg, mert olyan dolgok vannak benne ebbe az új játékba, hogy csak úgy néztem, és nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik a sztori kapcsán, de erről majd később. Tehát az elején indítunk egy brutális főküldetéssel, ahol is hát homokvihar lepi el egész New Yorkot, és úgy kell küldetést teljesíteni, akár egy, végül is mindent megnézel részletesen, akár fél órás, órás küldés lehet belőle, attól függ, hogy mennyire pörgeted, és döbbenetesen jól néz ki, szóhoz nem jutottam, hogy New Yorkot ennyire durva megcsinálták, ilyen homokos részeit, azok zseniálisan jók voltak, illetőleg utána már indul és be is indul a sztori, és külön válnak a karakterek életútjai, tehát más problémái vannak, más képessége és más teendők vannak Miles-szal, ugye inkább ilyen sulis dolgok, meg fedezi fel a saját erejét, mivel érzetre is, meg én a játékban is egyébként csomószor úgy éreztem, hogy a képessége is brutálisabbak, csomó helyzetet Miles tud megoldani. Van, amikor Peter is, igen, eléggé fontos lesz, de csomó helyzetben meg Miles-nak ez az óriási energiája az, ami végül megold egy jó pár helyzetet, vagy közösen együttműködve működik a dolog. És Peternél pedig vannak ilyen dárkosabb vonulatok is egyébként, elég sok küldetésben előjön a munkájával kapcsolatban, és vannak problémák, tehát neki nem annyira szép az élete, mint ahogy azt gondolnánk elsőre. De utána szépen összefűződnek a dolgok, illetve mindig lehet váltani a karakterek között, mert főküldetésen belül persze nem, de ha szabadon mászkálsz, akkor lehet váltani külön a karakterek között, külön testre szabhatod a ruháit, a képességét, mindent. Majd utána, ami még nagyon tetszett, ezek a bujkálós küldetések, hogy nem feltétlen kell mindet végig bujkálni, tehát nyugodtan meg tudsz küzdeni az ellenfelekkel, hogyha te azt úgy jobbnak érzed. A korábbi felg az első részben ez azért eléggé rád volt kényszerítve, hogy most vagy végig bujkával lelősz mindenkit, mármint hálóval, vagy felköltöd, vagy bármi ilyesmi, vagy ugye akkor ennyi a küldetés, tehát nem választhattál. Itt van választási lehetőség, hogy melyik utat szeretnéd járni igazából. Ami nagyon izgalmas volt viszont, hogy a mellé karakterekkel is egész sokat lehet majd mozogni és játszani. Mary Jane-t annyira felturbózták, hogy mind grafikailag jobban néz ki a karaktere egyébként, mind pedig szellemesebb, van neki is egy sztoria, amiben így belelátunk, persze Pókember szemszöggel, de mondom, Mary Jane-t is kell irányítani, és a legpoénabb, amin teljesen kihűltem, hogy kitalálnak az ellenségek igazából egy ilyen saját nyelvet, vagy egy ilyen elfeledett nyelvet nyomatnak, és az magyar. Mármint, hogy a magyar nyelv az alapja, ilyen Google fordítósan beszélnek magyarul, és a játék azt egy ilyen külön nyelvként kezeli, tehát nem mondja ki, hogy az magyar, de ha rákerestek YouTube-ba, akkor még több felvétel van. Ezt nézzük meg, ez zseniális, tehát ez döbbenet. Garin, elegem van a hívásaiból. Hol vannak a kezülékes kódok? A kódok sorozata az információs táblán van. Tudhatnád? Te pedig azt tudhatnád. Milyen hangon beszélhetsz velem? Ne hívd többet, mert a fejedbe kerülhet. Ha valaki egyébként azt gondolná, hogy ez kopi, meg nem érdemli meg ezt a sikert, amit kapott egyébként, mert rekordokat döntögetett az eladásban, de teljesen megérdemelt, mert van benne annyi újítás szerintem, ami miatt megéri megvenni. Nem mondom, hogy évjátéka, mert nem erről van szó, mert annyi újat nem tett hozzá,
Viszont az előző játékhoz képest, hogyha pókember szemszögből nézzük, akkor igenis van értelme beszállni, hiszen kinyílt egy teljesen új városrész, ugye New York mellett, már csak Jersey meg a Liberty Island, ami nincsen nyitva, de egyébként minden már bejárható, egész Queens, kisebb szigetek is, vannak ugye, amik így összekötik, a hidakon át lehet menni, a víz fölött lehet repkedni, és él a város, még több autó van, még több ember van, erre vannak vonatkozó grafikai beállítások is egyébként, hogy hogyan fuss a játék 30 FPS, 30 vagy 60 FPS, 120 FPS-es mód, és annak függvényében generálja le egyébként a játékban fellelhető ilyen kis elemeket, értelemszerűen, hogyha a teljesítmény fókuszra mész, akkor kevesebb lesz, a grafikára akkor mindenből több lesz, minden jobban néz ki, de egyébként én 30 FPS-en kipróbáltam egy-két órán keresztül, azon játszottam még az elején, aztán inkább átváltottam, kényeztettem a szememet a 60 FPS-sel. A 120 az már sok, ott már látszik, hogy nem is bírja mindig tartani a játék a 120 FPS, illetőleg ugye kell hozzá megfelelő TV monitor, ami megint csak egyeseknek gond lehet, és a másik meg, hogy nincs is annyira már kidolgozva úgy a város. Ugye egyértelműen levesz a grafikából, én a 60 FPS-es ilyen balanced mód, ami szerintem az egyik legjobb lehet. Egyébként teljesen új küldetések vannak, melléküldetések is, új szálak így fellelhetőek, mind a városról, mind a főkarakterekről, mellékkaraktereket is behoznak, újakat, akik amúgy egészen viccesek, meg úgy normálisak. Egyáltalán nem volt ilyen rókabőr szaga a dolognak még, főleg ez a venomos szál miatt, az is azért jó pofa, új főellenségek, meg minden ilyesmi, ami hozzátartozik a játékhoz. Illetőleg mondom, a képességek is teljesen megváltoznak. Gyors utazás olyan szinten van in-game, hogy egy hálót kifeszítesz az épületek közé, és akkor át tud rajtad lökni, illetve vannak ilyen csúszdipontok is, amik megint nagyon komolyak, mert átdob az egyik nagy szigetről a másikra, tehát átrepülsz Queensből igazából mehet el, tehát az is nagyon poén, és ez in-game történik meg, de felfogható amúgy gyors utazásnak is végül is. Poén ez a része, úgyhogy én nagyon aggódtam egyébként, hogy mivel szétjátszottam az első részt PS4-en, PS5-en, Platina, minden, Miles Morales, ugyanezt eljátszottam vele, hogy nekem már így a pókember így kifullad, unalmas lesz ez a második rész, majd úgyis ugyanaz. Nem. Egyáltalán nem. A verekedés tud ugyanaz lenni, de ha viszont használod a képességeket, az újdonságokat, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy tök jók. A ruhák nagyon-nagyon királyk, ruháknak vannak már színváltozata is, a különböző képességek is részletesebben fejleszthetőek. De ezáltal is azt tudom csak mondani, hogy a játék kifejezetten előre lépett a korábbi részekhez képest. A pénzét megéri, az, hogy milyen extra tartalmak lesznek, arra majd nagyon kíváncsi leszek, hogy jön-e még esetleg valami hozzá, így pluszba én még simán el tudom képzelni. Az, hogy innen hova tovább, na ez lesz az óriási kérdés. Mert én már New Yorkot nem tudom, hogy egy harmadik részre hova tudnák tovább fejleszteni. Az, hogy feloldják Jersey-t, annak is van egy belvárosi része, meg most a Szabadság szoborra felmászol, ezt én kevésnek érzem majd egy következő részbe, én most már a multiverzumot pedzegetném kicsit jobban, ennél még sokkal jobban, egy külön világot adva neki, az lehet még egy poén egy harmadik része, de szerintem amúgy van még benne tartalék, főleg a Sony-t ismer, hogy mennyi Insomniac, hogy mennyi újdonságot be tud hozni. Megreformálták a műfajt, ez ennek egy folytatása tulajdonképpen, ami meg lett csiszolva. Ez már a csiszolt gyémánt kategóriába tartozik a második rész, úgyhogy Miles-szal, illetve Peter-re is teljes mértékben élvezheted a kalandokat, meg az új küldetéseket. Én a játékra simán adnék egy 8-9 pontot, nem hozott akkora ledöbbenő újításokat, hogy tényleg csak ámultam és bámultam, amikor megjelent ugye az első rész, az teljesen olyanként hatott, hogy 10 éve nem láttam ilyen élményt, nem értem át. Most tudtuk, mire számítsunk, és nem okozott csalódást, ez is egy jó pont szerintem. Technikai bugok természetesen azért vannak így még az elején, de más egyéb hibát nem nagyon tudok felsorolni, nekem nem laposodott el, valaki sírt, sőt Redditen sokan sírtak, hogy 30 óra alatt ki lehet platinázni, mit tudom én, meg 10 óra alatt, még ha nagyon megnézem innen, akkor is végig lehet vinni a történetet, ha meg speedrunolsz, akkor ez jó néhány órával lecsökkenthető. Nem tudom, tehát én nem akarok egy pókemberrel 250 órát játszani, tehát nem értem, hogy itt mi lehet a gond. A Sony is ezzel kapcsolatban nyilatkozott egyébként, hogy az élményre fókuszáltak rá, hogy
az az óra, ami benne van, vegyük akkor a platinázási időt, ugye az azért lehet, hogy többször végig kell nyomnod majd, tehát ez mondjuk egy ilyen 30 óra, ez adjon egy kerek élményt, és ez maximálisan megvan. A Spider-Man 2 az egy kerek élmény, így ahogy van, magyar felirattal, sőt magyar halancsanyelvvel, nagyon-nagyon tetszett. Köszi, hogy itt voltatok, én mindenféleképpen ajánlom nektek ezt a játékot, PS5 egyik legjobb címe, legközelebb találkozunk, sziasztok!